A 93. ünnepi könyvhét keretében irodalmi beszélgetést hallgathattak a résztvevők Spiró György íróval a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti tagkönyvtárában. A Kossuth Díjas író Mikor szabad ölni címet viselő kötete rövid esszéket tartalmaz. Ez az egyik esszémnek a címe, amelyik ebben a kötetben szerepel, és ez tulajdonképpen a Hamletről szól ez az esszé, amit egy másik rendkívül nagy drámaíró, egy Stanislav Wismianski nevű lengyel drámaíró írt, egész könyvet írt, félig versben írta, rímes versekben, tehát elképesztő pali volt, ő is nagyon nagy drámaíró, és a Hamletnek az egyik alapkérdését feszíti a végletekig, és ezen tűnődtem én el, hogy is van ez a dolog. Az irodalmi beszélgetést Jánosi Lajos író moderálta, Spiró György pedig Stanislav Wispianski gondolatmenetének elemzésével igyekezett rávilágítani az előadás címében szereplő kérdésre. Én erről nem gondolok semmit. Én csak elemzem azt a drámaírót, aki elemzi Shakespeare-t, aki viszont az egész témát az elődöktől merítette. Tehát ez egy örök kérdés, és végül is, ahova Wismianski kifut, az egy érdekes paradoxon. Ő azt mondja, hogy csak abban a pillanatban szabad ölni, amikor minket ölnek meg. Előtte nem. A 93. ünnepi könyvhétnek köszönhetően további érdekes előadások és rendezvények várják az érdeklődőket Székesfehérváron is. A következő kapcsolódó program Csóka Judit meseterápiás utak és kalandok című könyvének bemutatója lesz június 14-én 18 órakor a Szénatéri Tagkönyvtárban.